Semmelweis Egyetem 5. alkalommal, mint hallottuk, szervezi meg ezt a diátod ünnepséget, aminek a fő oka az, hogy a Semmelweis Egyetem nem csak a tudományba, az oktatásba, a klinikai munkába élenjáró világszínvonalú, hanem az világszínvonalú magyar borkultúrát is támogatja, és ugye ez volt a fő ok, amikor ezt létrehoztuk, és ezen keretein belül pedig a fiatal tehetséges borászokat támogatjuk így, és ezt a megtisztelő címet és a díjat adjuk át nekik. A Semmelweis Egyetem bora magyar borversenye idén 14 borvidék, 116 borát nevezték. Újdonság, hogy az idén először határon túlról, Szlovákiából is érkezett nevezést, aminek külön örülünk. A Semmelweis Egyetem borát, ahogyan a korábbi években is, most is egy szakmai borverseny keretében 5 kategóriában választotta ki az egyetem munkatársaiból, a minősített borbírákból, valamint a szakújságbírókból álló zsűri. A bírálat a nemzetközileg elismert és elfogadott paraméterek alapján zajlott. Győztes borunk ez a 2012-es birtokfurmint, a pénzészetnek a birtokbora. A birtokborral mindig az a célunk, hogy egy olyan harmóniát mutassunk be a borkedvelőknek, ami egyrészt a területeknek a sokszínűségét mutatja, másrészt az acéltartályos erjesztés és a fahordos élelésnek a tökéletes egyensúlyát. Cél az lehetőleg presztízs fehér borokon keresztül bemutatni azt a csodálatos világot, amit Tokajhegyen ugye nálunk van. Ezt úgy tudnám átfogalmazni nagyon gyorsan és átadni, hogy minden egyes domnak van egy ízvilága, ami a borban, mind illatban, mind ízben megjelenik, és ezt szeretnénk megmutatni a fehér borokon keresztül természetesen, mind száraz, mind édesben, és ugye itt most pont egy nyulászó dűlőről származó száraz furmint 2012-ből szerepelt, ami ezek szerint jól átadta ezt a illat és ízvilágot. Alapvetően olasz ízlinggel foglalkozunk, csopakon nagyon változatos talajok, alapkőzetek vannak, ezt szeretnénk megmutatni dűlőszelekciókon keresztül, de ez a konkrét bor, ami ilyen szép eredményt ért el ezen a versenyen, ez egy olasz ízling furmint házasítás, a neve birtokbor, az olasz ízling adja meg a kedvességét, olajosságát, a szerethetőségét, a furmint pedig a savszerkezetét és a karakterét. Nagyon örülök, hogy ilyen szép eredményt érte, és köszönöm szépen, remélem ízleni fog. Először is szeretném elmondani, hogy ez egy nagyon nagy megtiszteltetés nekünk, és köszönjük a díjat. 2010-ben alakultunk, és akkor az volt a célunk, illetve mi azóta is a célunk, hogy szeretnénk szép szőlőből szép borokat készíteni, azaz nem csak a borászatra, hanem a szőlészetre is nagyon nagy figyelmet szentelni. Ez a 2011-es Merlot ízében nagyon sejmes, ribizlis, egy nagyon, nagyon szép bor. Nagyszerű érzés, amikor ezt a komoly díjat immár azt hiszem harmadik ízben sikerül elnyernünk. Ráadásul ugye a Syrah, ami nekünk egy fontos fajta, második, tehát tavaly után idén is ezzel a borral tudtuk elhódítani ennyi bor közül ezt a megtisztelő címet. Ez számunkra nagy öröm, hiszen a Syrahban nagyon hiszünk. Ugye a szexári bor abszolút a fűszer, az elegancia, a gyümölcsös vonalat kell, hogy képviselje, és ebben mind a kék frankos, mind a Syrah nagyon szépen megtalálja helyét.
ezzel a borunkkal tulajdonképpen a MÁD márkanév alatt azt szeretnénk megmutatni, hogy MÁD környékén az az 1200 hektár, ami egyébként az 5500 hektárban egy elég jelentős darabka, milyen minőséget képvisel, tehát milyen összetettséget és milyen más dolgokat, amivel egyébként külön brandbe tudunk indulni. Ennél a bornál ugye a késői szület esetében a gyümölcsösség és a könnyedség az, amit megpróbálunk közös nevezőre hozni. Ez három fajtát használunk fel. Ugye három főfajtánk van, a furmint, a hásló és a sárga muskotáj. Ebben a borban az 50% az furmint, 30% a muskotáj és 20% hás. És mindezt próbáljuk egy idézőjelben szamarodni technológiával feldolgozni, ami azt jelenti, hogy egybe leszedjük a fürtöt, amin a egészséges szemek mellett és a többet szemek mellett az az értékes kis asszuszem is ott van. Tehát nem szedjük ki külön kézzel, egybe feldolgozzuk, és ezek szerint ez az eredmény ez sokak számára nagyon tetszető. Azt kell mondjam, hogy irigyeltem néhány zsűrit, különösen is a Prestige Fehér kategória zsűriét, mert egyszerűen olyan minőségű borok jöttek abban a kategóriában össze, hogy azt gondolom, hogy néhány országos borversenyen is bőven megállták volna a helyüket. Ezzel nem azt akarom természetesen mondani, hogy a többi kategóriában nem így van. Külön öröm volt számomra, hogy én, aki azért egy ideje borokkal foglalkozom, a listán találkoztam olyan nevekkel, akiket nem ismertem. És utána kellett néznem, hogy úristen, milyen pincészetről van szó, holott mondom, azért jó néhány éve vagyok ebben a szakmában. Örömteli volt az is, hogy mind nagy nevű, nagy mennyiségben termelő pincészetek küldtek be borokat, mind nagy nevű, ám de kisebb volumenben termelő pincészetek.